Tavaly januárban találkoztak először az EGRI nőegyleti tagok, akkor 40 civil szervezet képviseltette magát a szerveződésben, azóta csak bővült a résztvevők száma. A Városi Esélyegyenlőségi Program egyik célcsoportjaként havonta tartanak műhelymunkát. Ilyenkor női témákat, praktikákat vitatnak meg, a jó hangulat pedig már magától értetődő a találkozókon. Ezúttal a Zöldüljünk címet kapta a műhelymunka. A mai nap a zöldülésről szól, hogyan lehet kreatívan, de ökotudatosan, akár a háztartásban, akár a családi mindennapokban arról szólni, hogy mi az, hogy környezettudatosság, mi az, hogy kevesebbet, mi az, hogy spóroljunk, és mindenképpen újrahasznosítsunk, ha lehet így mondani. Minden változás kicsiben kezdődik, fogalmazták meg a hölgyek. Az otthoni energiatakarékosságról, spórolásról, a háztartási gépek tudatos használatáról is esett szó. Emellett szépen fogyott a kávé és a sütemény, a láthatóan összeszokott társaság nem csak jól érezte magát, de sokat tanultak is egymástól aznap a résztvevők.